A 16 és 17 éves cseh versenyzők lelkesen gyakoroltak az IASZ világbajnokság harmadik napján Sötétföldben. Azt mondják, nagyon tetszik nekik a helyszín, a mezőnyt erősnek tartják. Mentálisan nagyon kell koncentrálni a versenyen, de nagyszerűek a versenyzők és a szervezők, sokat segítenek. Tetszik a verseny. A magyarok azt mondják, a szlovákok lehetnek veszélyesek ránk, köztük is Dalibor Halik. Ő kihívásként fogja fel a terep és fényviszonyokat. Azt mondja, élvezi a versenyt, a hőséget azonban nehezen bírja, mert a Tátrából érkezett. It's absolutely perfect, no complaints. Tökéletes a szervezés, nincs panaszunk. Úgy vélem, a mezőny erős és a verseny igen kemény. A helyszín miatt a feladatok teljesítéséhez nem csak mentális, hanem fizikai erőnlét is szükséges. Nagyszerű a világbajnokság. Nagyító lencsével ellátott íjjal lő a paksi Makai Róbert. A sportoló az úgynevezett precíziós lövészetet űzi, vagyis igen nagy távolságból egészen apró részt kell eltalálnia a háromdimenziós állatformájú figurán. Azt mondja, ennél a kategóriánál nem is a találatokat számolják, hanem a hibákat. Magamhoz képest azt gondolom, hogy jól. Jelenleg a top 6-ba bent vagyok. Nyilván ez még változhat a mai napon. A célom az, hogy megtartsam ezt a helyet, és a szombati döntőbe részt tudjak venni. A Magyar IASZ Szövetség elnöke úgy véli, az eddigi eredmények alapján sok érem kerül majd a magyarok nyakába az idei világbajnokságon. Én úgy látom, hogy azért nagyon sok kategóriában még akár 3 magyar helyezett is lesz, hisz nagyon magas a magyar színvonal, és vannak egész kimagasló eredmények is. A Sötétföldben és Szekszárdon játszódó IASZ világbajnokságra 12 országból közel 550 nevező érkezett. A döntőket pénteken és szombaton tartják meg.